Sziasztok, barátok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban ezt a hatalmas csomagot fogjuk kibontani. Szóval én, hát október vége felé megfogadtam magamnak, hogy idén már nem fogok venni könyveket, amit nagyjából 2 napra erre a döntésre meg is szektem, sőt azóta is többször is megszektem. Senki nem lepődik meg, gondolom. A helyzet az, hogy egy átlagos vasárnap reggel, tudjátok, felkeltem, és hát rossz szokásom, hogy még nem bírok kikelni az iPad-ig telefonozok, ami nem szokott sok idő lenni, de azért kell egy kis idő, hogy felkeljek. És mostanában nem igazán volt így időm végig görgetni Instagramon és Mojon, de hát úgy döntöttem, hogy akkor most egy kicsit rászánalsz pár percet. És az első dolog, ami szembe jött velem, az volt, hogy raktárvásár van a könyvbolygyképzőnél, méghozzá már csak aznap. Hát erre rögtön kipattant a szemem, mondom se kell, és úgy döntöttem, hogy megnézem, mik vannak itt, és ennek az eredménye ez a doboz. Ezt a videót ezt valószínűleg 2 adagban fogom felvenni, mert történik itt dolgok, amit mindjárt el fogok mondani, ami miatt 2 adagban rendeltem aznap könyvet, és az érdekes az, hogy a 2 vásárlás között nagyjából 20 perc különbség volt, és mégis ez a csomag már megjött ma, a másikat pedig még csak mosották oda a GLS-nek. Nem tudom pontosan, hogy történt, de hát emiatt lesz az, hogy most ki fogom bontani ezt, aztán amikor megjön a másik, akkor fel fogom venni, hogy azt is kibontom. Tehát az volt a probléma, amikor rendeltem, és ez valószínűleg nem igazán tudom, hogy hol lehet a hiba itt pontosan, hogy ugye én beraktam a kosaramba a könyveket, ami egy elég szép adag volt, ilyen 10 pár könyv, de ennek a nagy része ugye 90-80%-a volt leértékelve, ami elképesztő. És utána, hogy így írogattam a rendelési adatokat, hirtelen az oldal azt csinálta, hogy mindenket megduplázta. És csak azt láttam, hogy egyszerűen így kétszeres árban így kírva, alul mondom, mi történt? És hát az történt, hogy mindegyik könyvből jöttem 2 adott hozzá, és itt valószínűleg elbénáztam azt, hogy amikor ezeket is szépen levonogattam, akkor valószínűleg a telefonom kifagyott, vagy nem tudom, és valamikből így mindeket lebontam gyakorlatilag, mind a kettőt, és ezt akkor vettem észre, amikor ugye megvolt a rendelés, és jött a visszaigazoló e-mail, és volt pár könyv, ami nem volt benne azok közül, amit választottam, úgyhogy emiatt 2 adagban rendeltem meg, és ezeket a könyveket később adtam hozzá. Hát megjött az első hatalmas adag, úgyhogy most ezt fogjuk kibontani. Amikor néződtem a kínálatban, hát meglepődtem, hogy mennyi olyan könyv, hogy nekem tetszik. Ebben vannak olyanok, amik már nagyon régi megjelenések, vannak benne olyanok is, amik ilyen sorozatfolytatások, amik nekem megvannak, úgyhogy remélem, hogy nem sérült meg egyik, hogy kibontom. Sikerült. Nézzük is meg őket, van benne olyan is egyébként, amiről csak hallottam, és azt tudom, hogy miről szól. Ori is megérkezett a doboz hangjára, mert ő dobozőrült. Nézzük, mi van ebben az első csomagban. Egy hatalmas adag könyv. Ha ezt látnátok, milyen jól néz ki. Tehát, hogy papírt levesztük róla. Kaptam hozzá egyébként egy ilyen kis könyvjelzőt is, amin a Papírhattyú című könyv van. Ez a rázós könyvek ilyen kategóriának az egyik könyve. Ez itt, nem tudom, hogy látszik, a kedvenc látványom a világon. Csak mondom. Szóval, mivel is kezdjük? Itt van olyan, ami ugye sorozat rész, ott meg kéne próbálom kivenni az összeset. És már kapásból az összes az, na várjunk. Aha, ezek egymásra vannak rakva, ez mondjuk egész jó. Ha, az új könyvek. Én ezt a dobozt most lerakom, mert valamit itt nagyon tönkre fogok tenni vele. Orikám, Arimis. Az első dolog, ami hozzám került, az Oksapollók sorozatnak a 3 része kemény feldeles kiadásban. Ennek külön története van. Én amikor olyan 11 éves körül voltam, és nagyon szerettem az ilyen ifjúsági könyveket, mondjuk ez most is igaz, akkor nagyon el akartam őket olvasni, ezeket a könyveket, viszont az első rész már onnan, ahol vettük mamámmal, mert mama volt mindig a kis könyves barátnőm, ahol vettük a könyveket, ott már nem volt kapható. És leadtuk az igénylést, viszont hát ebből a folyamatból végül nem lett semmi, mert nem találtak nekünk könyvet belőle, és én itt erről le is mondtam, viszont most láttam, hogy az első rész le volt akciózva, ráadásul volt kemény táblás kiadása, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor most rászom azt a kis pénzt, és mind a 3 részt megveszem. Itt ugye volt már olyan része, például az utolsó, ami már annyira nem volt leakciózva, de úgy voltam vele, most már akkor jöjjön velem, de az is majd ne legyen kapható később. Úgyhogy így került hozzám a 3 része, ez egy ifjúsági sorozat, az értékelését nem olvastam el, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire jók. Mondjuk a borító az, ami förtelmes az egyiknél, látok. Ez még szerintem tök jól néz ki, ez az első rész, ha jól tudom, ez az utolsó remény. Aztán itt van az Eltévedtek erdeje,
Még ez sem gáz egyébként, de ezt nézzétek meg, hogy néz ki. A Világ két szíve című könyv. Tehát rajta van ebben a furcsa pózban, ami főhősnőnk, valahogy egy indokolatlan, nagyon furcsa lány, vagy néni, vagy nem is tudom, és két csávó, akik szerintem emósok, vagy nem tudom, hát ez eszméletlen viccesen néz ki. Mindegy, attól még remélem, hogy ez egy kis ilyen komfortos olvasmány lesz. Igen, ez a harmadik rész, de van írva, jó buta vagyok. Nyilván Uri megint most iszik, úgyhogy valami ropogás van, akkor az az. Abban, amiben nagyon örülök neki, hogy mind a három könyvet tudtam szerezni ilyen kemény táblás kiadásba, mert tényleg ez egy nagyon régi ilyen vágyam volt, és most már végre megvannak, mert csak azt kell remélni, hogy tetszeni fognak. Szintén egy ilyen sorozathoz kapcsolódik. Én olvastam a Lehullott Csillagok című könyvet tavaly, ha jól emlékszem, tavaly nyár körül, és hát itt a második része, a Meggyötört Világ, ami szerintem nagyon olcsó volt, de mindjárt megnézem. Konkrétan 665 forint volt ez a könyv. Ha jól tudom, ennek az ilyen skifi sorozatnak már több része nem fog megjelenni magyarul, de úgy voltam vele, hogy nagyon tetszett a másik rész, úgyhogy még ezt a pár száz fontot rászánom, megveszem magyarul a következőt, és ha ez is tetszeni fog, akkor majd a többit elolvasom angolul. Ha jól tudom, már csak egy van, de nem vagyok benne biztos. Alapból én Amy Kaufman, mint szerzőt nagyon szeretem. J. Christopher a közös könyvei, például az Aurora Rising vagy az Illuminé, ezek kedvenc könyveim. És most veszem észre, hogy ennek jobb a fogása, mint az első résznek. Ez ilyen, tudjátok, ez a... Nem tudom, mihez hasonlítsam. Ilyen puhább lenne, mindegy. Szokásos nagyon jó illat. Örülök, hogy tudtam szerezni, a borítót megint nagyon szeretem. Mondjuk szerintem a fiún ez a ruha teljesen indokolatlan, ez elvileg egy kadét csávó, szóval nem értem, hogy miért ilyen ruhában van. Nem gondoltam volna, hogy egy videómban egy perc vagy két perc alatt kétszer fog elhangzani az a szó, hogy csávó. Fáradt vagyok. Úgyhogy beszereztem őt is, alapjában véve semmi elvárásom nincsen, csak tetszen, hogyha nem is fog tetszni, hát túl sok mindent nem veszettem vele, legalább megvan. És nekem nagyon tetszik a borítója. Egy standalone könyv, ha jól tudom, ennek nincsen másik része, csak ez az egy. Ez nem csoda hosszú az út lefelé. Őt, ha jól emlékszem, még Dominikák a csatornáján láttam, és ő neki tetszett. Nem nagyon törődtem vele akkor, meg úgy nem éreztem azt, hogy ez az én kategória menne ez a könyv. Viszont most szintén le volt akciózva, mindjárt mondom is, hogy mennyire. Hosszú az út lefelé, itt van. 1000 forint volt, igen. Úgy voltam vele, hogy akkor teszek egy próbát. Alapból jókat hallottam róla, ez egy ilyen... Talán egy perc alatt játszódó történet, ha jól emlékszem. És az egész egy fiúról szól, aki elveszti a testvérét. És ilyen versek, ha van leírva a történet. Szerintem nagyon érdekes, és ebből még lehet egy szuper könyv. Tehát mindenképpen be kell raknom a kis kosaramba. Ezért van itt velem, ha valaki esetleg olvasta, akkor be írjátok le, hogy mennyire jó, mert én nagyon kíváncsi vagyok már rá. Még azt sem tudom képzelni, hogy ha befejeztem a Dorian tündekardot, akkor ezzel fogom folytatni a kis olvasmányaimat, de majd meglátjuk. A következő könyv az szintén egy ilyen sorozatfolytatás, pontosabban a második rész, és ez nem más, mint az Idunfája. Ez a Sárkánylánynak a kiletán címből is a második része. Én ezt a könyvet először ilyen 11-12 évesen olvastam, mert a barátnőm, akár csak én, nagyon szereti a sárkányokat, és hát, mivel ő a legjobb barátnőm, tőle minden ajánlást elfogadok, meg ő nagyon sokat olvas, és akkor olvastam az ő könyvét, az első részt, kölcsönte nekem, és nagyon tetszett, és ugye később, egy pár évvel rá, meg is vettem magamnak, és újraolvastam, viszont azóta, hát nem nagyon folytattam. Ennek az volt az oka, hogy rengeteg ideig a legutóbbi részt nem jelent meg magyarul, és feltem, már nem is fog, és akkor nem éreztem, hogy bele akarok kezdeni már a többibe. Viszont most nemrégiben megjelent, így teljesen meg is lepett, hogy tényleg évek kihagyásával végre megjelent az új rész. Ugye most, hogy megálltam, hogy ez le van akciózva, úgy voltam vele, akkor jöjjön haza velem, és akkor folytatom a sorozatot. Ő sokkal vékonyabb, mint az első rész. Tehát az első az ennél sokkal-sokkal vastagabb, tehát legalább kétszer ekkora. Ez egy kis jó kemény fedeles kiadás, és szerintem ezek az illusztrációk nagyon szépek. 214 oldal, szintén egy nap alatt tudnék olvasni, ha lenne időm, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy el fogom olvasni mostanában. Bár így jobban belegondolva lehet, hogy először újra kéne olvasnom megint az elsőt, hogy teljesen képbe legyek vele, de majd meglátom. Annyira ilyen tipikus, ilyen hangulatos, fiatal fantasy ez, hogy még ott is ott kis sárkányok ott vannak, meg hogy ilyen nagybetűkkel van írva, jól lehet vele haladni, vannak ilyen kis iniciálék is benne, nagyon-nagyon szép az egész. Ha valaki szereti a fantasyt, főleg az ilyen fiatalabb korosztálynak, nagyon ajánlom. Egyébként Licia, vagy Licia, nem tudom, hogy kell kérdeni, Troisi, ő egy olasz szerző, pontosabban római, és asztrofizikusnak tanult. Nagyon érdekes, úgyhogy ezt tudom nektek ajánlani.
Remélem, hogy a második rész is úgy fog tetszeni, mint az első. A következő könyvünk az, ha jól tudom, egy egyrészes kötet, és ez nem más, mint az Ördög csókja. Ez egy kemény fedeles kötet, amit most szintén ilyen 1000 forint körül tudtam beszerezni, és fogalmam sincs a könyvről. Egyszerűen csak így megláttam, ez ilyen vörös pöttyös, elég sokat láttam régen még így a könyvbolyképzőnél. Tudjátok, régen, nem tudom, még van-e ilyen, sajnos már nem tudom. De régen volt a könyvbolyképzőnél, hogyha vettél egy könyvet, akkor volt egy ilyen pár oldalas kis katalógus, mert volt még több könyvről ajánlás, és ott láttam abban a kis picike katalógusban, az egy ilyen ekkora lap volt, amit ki lehetett hajtani, abban láttam mindig ezt a könyvet, de valahogy sose vettem meg, és hát most itt van nálam, úgy voltam vele, hogy miért nem, 14 éves kortól ajánlják. Én amúgy nem nagyon szeretem az ilyen embereket, tehát az igazi embereket a borítókon, de ez nem néz ki olyan rosszul egyébként szerintem. És itt is van példának, ilyenekről beszéltem. Ebben a kis kiutató kis ilyen füzetkében láttam mindig, és most annyira ilyen, mintha visszarepülnék 10 évet, úgy érzem magam. A helyzet egy ilyen, megint itt van egyébként, itt van benne. A helyzet egy könyvet vettem a könyvből kifizetően régen, vagy vettek nekem anyáik, vagy valaki, akkor mindig végignéztem az egészet, és volt benne vagy 10 másik, amit meg akartam venni. Mindegy. Tehát ez valami ilyen sötét, fantasy, egészen horroros. Billyről szól a könyv, akinek követnie kell az apjának az útját, hogy a rendnek a tagja lehessen, és van egy próbája, és itt egy kisfiút kellene megölnie, brutális harcos, halálos csatákból váló életre vágyik, vagy kísértés fenyegeti. Érdekesnek tűnik, ez is ilyen egészen nevetükkel van írva, remélem, hogy látszik, és ez is egészen vékony, hogy Ori, mit csinálsz? Olyan aranyosan fekszik, bárcsak látnátok, és ez is ilyen 270 oldal körül van, ezek még akár jó olvasóak lehetnek akkora is, ha megint beült az olvasási válságom, és nem igazán lesz kedvem olvasni, az ilyen kis vékony könyvek akkor mindig jól jönnek, úgyhogy őt is beszereztem. Következő kötet szintén egy kemény fedeles kiadás, és ez a Cool Selection-nek a része. Nem más, mint a Világ hét csodájának az első része, a Kolosszus feltámadása. Ennek a könyvnek nem annyira jók az értékelési molyon, tehát egészen alacsony százalékon van. Én most pontosan emlékszem, hogy mennyi, de ide fogom írni. Nekem ez egy ilyen aranyos ifjúsági kaland történetnek tűnik, úgyhogy reméljük, hogy ez is lesz. Volt már olyan, hogy nagyon szerettem olyan könyveket, amiknek rosszak voltak az értékelései, úgyhogy ez nem fog engem eltántorítani attól, hogy elolvassam. Végre itt van nálam egy keményfedeles kiadásban. Világ hét csodája, hát itt gondolom, amit utazós kaland történet lesz. Jack egy fiatal fiú, akinek gyakorlatilag az élete kerül veszélybe, és ahhoz, hogy megvédje magát, 7 ilyen mágikus dolgot kell megtalálnia. Gondolom, az első rész, és akkor mindegyik majd másikról fog szólni. Nem tűnik egyébként rossznak, a videóitót levéve ugyanilyen alatt a keményfedeles borító is. Meglátjuk, hogy milyen lesz. És már csak 2 kötet van hátra. Nem hiszem, hogy mire ez a videó kimegy, ki fog kerülni a Borkarész könyvnek az őszi ilyen értékelése. De hát valószínűleg már tudjátok egy páran, hogy a novemberi közös könyvünk az nem más volt, mint a Rovásember, amit Andival közösen olvastam. Nekem az a könyv nagyon-nagyon tetszett. Végre egy olyan fantasy volt, amit imádtam olvasni, annak ellenére, hogy milyen vastag. Ez engem mostanában az ilyen olvasási válságoknál elrettent, hogy egy könyv ilyen kis vaskos, mert félek, hogy nem lesz hozzá kevem, nem, nincs időm, és akkor teljes mértékben nem fogom olvasni végül. De ezt faltam. Imádtam a könyvet, és hát úgy a felénél járhattam, vagy talán még ott se, amikor volt ez az egész ilyen akció, ez a raktárvásár, és hát ott voltak a részei, a következők, úgyhogy hát bátorkodtam megvenni a másodikat és a harmadikat. Hát ezek sem vékonyabbak, a második, az a Sivatag lándzsája, nézzétek, milyen vastag, hát igen, 800 pár oldal, de ennek a végén vannak ilyen kis mindenféle szószedetek, hát de így is 800 oldal, úgyhogy lesz mit olvasnom. A harmadik szintén ilyen hatalmas, ő a Napháború, őt is nézem, hogy hány oldal, hát 850 körül van, úgyhogy hatalmasak ezek a könyvek. Minden esetre én nagyon szeretem a fantasyt, ha kíváncsiak lesztek a véleményemre, amint felkerül a videó csatornára, lent lesz a linkje a leírás, most meg fogjátok tudni nézni. Nagyon-nagyon szeretem az első részt, aki szerette régen ezeket az ilyen akciódús fantasy könyveket, és úgy érzi, hogy mostanában nem tudja egyik sem meglepni már, mindenképpen ajánlom az első részt Rovásembert, nekem nagyon tetszett, és egyébként Andinak is, úgyhogy tudjuk nektek ajánlani. Ő itt a második és a harmadik rész. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar meg fog jönni a második adag. Tegnap jött meg az első, és most megérkezett a második, úgyhogy bontsuk ki az utolsó felét a csomagnak. Ebben, ha jól tudom, már csak 3 könyv van, de őszintén nem vagyok benne biztos.
mintha amikor megnéztem volna, három könyvet láttam volna. Ugye azok a könyvek, amit az első csomagból velünk kiszedtem, amikor rendeltem, és muszáj voltam máshogy megrendelni őket. Nyitottam, úgyhogy nézzük is. Ezek szintén ilyen régi megjelenések egyébként. Javarész szerintem fantazik, és szerintem vöröspötyösek. Első az egy Heart Selection könyv, ami nem más, mint Colin Woodardtól a Kalóz Köztársaság. Nem is tudom, miről szól, de címéből azt látom ki meg a borítójából kalózokról, én meg azokat nagyon szeretem. A Bahamákon játszódik, lehet, hogy egy kalóz köztársaságról szól, ki gondolta volna. Itt még vannak a hátán méltatások. Szerintem ez egy jó könyv lesz, még nem igazán olvastam róla a véleményeket, de emlékszem, hogy láttam régen sokat a könyvesboltban. Akkor úgy nem éreztem azt, hogy be kéne szereznem, de most azért elég jó áron volt, de mindjárt nézem, hogy mennyi volt. Tehát ez a kötet 1000 forint volt, ami az teljesen jó, ő volt egyébként a legdrágább a csomagban messze, a másik 2000 pár száz forint volt, de hát nagyon jó lesz a borítója, és hát reméljük, hogy jó lesz. A második kötet az kemény 300 forint volt, amit szintén sokat láttam még nagyon régen a könyvesboltban, és most úgy voltam vele, hogy miért ne venném meg, de jó borítója egyébként. Ez nem más, mint B.M. Graves-től a Jósatok hálójában. Ez egy vöröspöttyös könyv, és nem tudom, mennyire látszik, de a borítóján pókháló van feketével, és nagyon jól néz ki, bár utána a pókokat. Tehát arról szól a történet, hogy van egy középiskola, ahol egyszerre a fali újságra valaki ilyen jövendőléseket ragaszt ki, nem tudjuk, hogy kicsoda, és hogy ezek elkezdenek megtörténni, és ilyen balesetek lesznek, meg mindenféle érdekes dolog, és hogy gyakorlatilag az a kérdés, hogy ki csinálta ezt, és hogy milyen hatás ez az emberekre. Elég vastag ez a könyv. Hát igen, majdnem 600 oldal. Nem vártam, hogy ez ilyen vastag lesz, pedig mondjuk, mondom, láttam a könyvesboltban. De hát ő itt a második könyv, róla sem tudok úgy igazán sokat mondani még. Nem láttam olyan értékeléseket, erről a három körül egyetlen nem láttam egyébként. És hát mondom, megér egy próbát, főleg hát 300 forintért, úgyhogy így került hozzám. Az utolsó kötet pedig 340 forint volt, szintén az egész vagyonom ráment. Ez nem más, mint a Felvont vitorlák. Ezt a könyvet akartam választani valamikor még könyvklub közösködnek, vagy valami ilyesmi, nem pontosan emlékszek. Nem tudom, hogy végül ez miért nem történt meg, de azt hiszem, hogy itt a szerző magyar, nem vagyok benne biztos, de ha igen, akkor ide fogom írni, hogy igen vagy nem, mindegy. És ennek egész értékelése van olyan, hogyha jól láttam. Olyan nagyon tetszik, imádom a kígyókat, úgyhogy ez már egy jó pont. És hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, szintén Heart Selection, úgyhogy valószínűleg ilyen izgalmas, pesdítő olvasmány lesz. Ez egy olyan világban játszódik, ahol a vallás és a titkok uralkodnak. Igen. Főpapnők vannak benne, szent küldetés, vissza akarnak szeretni területet, igen, harcbaráttal és ellenséggel, érdekesnek hangzik, meglátjuk, hogy milyen lesz. Ő pontosan 371 oldal, nem is olyan hosszú olvasmány, itt fent azt írja, hogy az első része a sorozatnak, remélem, hogy lesz több is, és nem azért volt egy reakciózom, mert nem lesz, mert akkor nagyon szomorú leszek. Nem néztem utána, mert egy kicsit buta vagyok, de hát reméljük, hogy lesz, és látjuk, hogy milyen lesz maga a könyv. Ez a három kötet volt a második adagban. Mindig nagyon kíváncsi vagyok, alapján, amiben nagyon elégedett vagyok ezzel a raktárásárral, mert rengeteg könyvet szereztem be, és mindig nagyon kíváncsi vagyok. Alig várom, hogy olvassam őket. Van olyan egyébként, hogy belekezdtem talp este, mert nem bírtam magammal, pedig nagyon más kéne olvasnom. De hát ezeket szereztem be a raktárvásáron. Ha valamelyiket olvastátok, akkor írjátok le, hogy melyiket és hogy tetszett. És esetleg ti vásároltatok itt a raktárvásárt a KMK-nál, akkor írjátok le azt, hogy mit vettetek, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Köszönöm szépen, ezt a videót megnéztétek, találkozunk a következőben, sziasztok!